Szeretem, ahogy álmomban vitatkozom Veronkával, ahogy sziatabolka alakja cikázik az ágyások közt, ahogy csapkod a sarlóval, ahogy munkálkodások nyomán sokasodnak a borsmentarendek, ahogy csalánycsipte lábacskáin szögdécsel a kertben, ahogy hamis komolysággal csitítom, nyugi-nyugi, a csalánycsípés egészséges. Ezt különben sem én találtam ki, Gusti mondta, a kertszomszéd, akitől még tavaly azt a három cserép fodormintát kaptam. Ott aludtak ők is az erkélyen, nem valók citromos kotkába, finomabb az illatuk, gondolkodós teához valók, régi porcelánból komoly képpel szürcsölgetni. Gusti menta, becézte őket Veronka, de azért meg nem állhatta, hogy belincsítjen. De csak szaporítod, de ki fogja gondozni? Majd meglátod, milyen jó lesz, fogalmaztam volna a választ. Szeretem azt a néhány álomittas hajnali percet, amikor kiegyenlítődik a kerülnap világossága és az utcai lámpák langoló fénye. Nem kellett felpisilni, úgy érzem, felébrednék, különben sem hagynám itt Veronka borsmentai jövőben, és talán jut még egy kis könnyű, husza kelek úgy a kalandos álom reggelig. Reggelig, amikor majd indulunk, apókához és anyókához a tanyára nyilatkozni. Apuka sürgetésére, aki már biztosan vár az ajtóban a nyírógéppel és az ollóval, hogy szellős frizurát csináljon a fiának. Jól mestruccoltak, olyan a fejed, mint egy szopott gombóc, szokta mondani ilyenkor Veronka, és igaza van, úgy ettem én is kisgyerekkoromban a gombócot, hogy előbb jól leszapogattam róla a cukros pirított grízt, de még akkor sem haladtam bele, hanem a számban görgettem a fogaim közt, a nyelvemmel ügyeskedve, a lehető legtovább élvezve a gombóc tésztaburkának gyengéden édes, ruganyos zsíros sikosságát. Egy ilyen alkalommal meg is szidott apuka, hogy néz az ki, hogy te játszol az étellel. Ugyanis több gombócot szabadítottam meg a gríztől, mint a hányat aztán meg tudtam enni. Ott vigyorogtak a szopott gombócok a tányéron, csillogó kopasságokat, csak én csodáltam öntelen büszkeséggel. Apuka mérges volt, az étel nem játék. Igaza volt.